Mindenről a közösségi oldalon számolt be Kalocsa város polgármestere, mint olvasható, minden nap megérdemelnék a köszönetet a kalocsai mentőállomás kiváló mentőegységei, hiszen nap mint nap életmentő, nélkülözhetetlen feladatot látnak el térségünkben. Most azonban mégis szeretném kiemelni a múlt heti kalocsai kislány hajnali mentőakciójában résztvevő mentős munkatársakat. Hálával és elismeréssel tartozunk munkájukért, gyors reakciójukért. Óriási büszkeséggel tölt el, hogy átnyújthatom Kalocsa város önkormányzatának elismerő oklevelét. Fekete Krisztián mentőtiszt, Nemes Róbert mentőápoló és Hegedűs László mentőtechnikus részére. Ezúton is gratulálok munkájukban végzett kiváló teljesítményükhöz. Továbbá hálásan köszönöm városunk nevében az egész mentőállomás dolgozóinak példamutató önzetlen munkáját, amit Kalocsa város lakosságáért végeznek. Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, múlt hét elején egyik hajnalban álmában lett rosszul egy 12 éves gyermek. Az apuka azonnal értesítette a mentőket. Őrgő légzésre lettek figyelmesek a szülők. Ugye azonnal odaléptek hozzá, elkezdték a vizsgálatát, és közben hívták a mentésirányítást, és a mentésirányítási instrukciói alapján történt a további vizsgálat, kiderült, hogy a gyermeknek összeomlott a légzése, keringése, és a kapott utasítások, instrukciók alapján az édesapa elkezdte az újraélesztést. Közben ezzel egy időben a mentésirányításunk riasztotta a helyi esetkocsit, akik perceken belül a helyszínre értek és átvették az újraélesztést és emelt szintre kiterjesztették, és hát nagyban köszönhetően annak, hogy a szülők elkezdték az újraélesztést, sikeres volt a maga folyamat, az újraélesztést, és a kislányt kórházba tudták szállítani bajtársaim. A keringés megállás a legmagasabb időfaktorú esemény, ebben a szituációban kell a leghamarabb cselekedni.